egy választás elindul, akkor azért fontos, hogy az ember egy kicsit visszatekintsen. 5 év, hogyha azt tekintünk, hogy mi lesz 5 év múlva, azon távolinak tűnik, de visszatekintünk, hogy milyen volt az az 5 év, ez meg olyan gyorsan elment. Én azt gondolom, hogy Szekszárd város életében nagyon sikeres 5 év volt. Így értékelte az előző ciklust Horváth István, a választókerület elnöke. Azt mondta, az előző 5 év a tervezésé, a most következő a megvalósításé lesz. A Fidesz-KDNP jelöltjei, Ács Ezső polgármester úrral szeretnék folytatni a munkát. Tehát azt a kiszámíthatóságot, a stabilitást, a nyugodt közéletet és a közhangulatot, valamint a nyugodt építkezést azt szeretnénk folytatni a városban, illetve a város környékén is természetesen. Annyiban lesz más talán a következő 5 év, hogy 5 új képviselő jelölttel indulunk neki a választáson a 10-ből. Itt szeretném köszönetet mondani azoknak a képviselőknek, az elmúlt időszakban akár 20 éve vagy 5 éve is végezték a munkát. 5-en már nem vállalták a következő 5 évet. Ács Ezső a város jelenlegi polgármestere folytatná a megkezdett munkát. Ő 1998 óta részese a város közéletének. Elkölcsi kötelesség azt, hogy vállaljuk a következő 5 évre is a megmérettetést, és azt a munkát tudjuk folytatni, amelyet elkezdtünk, hiszen nem titok, hogy az elmúlt 5 évben nagyon sok olyan terv elkészült itt a városban, amely a következő időszakban fog majd beteljesedni, hogy így fogalmazzak. Én azt gondolom, hogy az a fajta bizalom, amelyet 2014-ben megkaptunk képviselőjelöltek, és megkaptam én is, mint polgármester jelölt, ez kötelez bennünket arra, hogy 2019. október 13-án újra megméressük magunkat. Én azt gondolom, hogy az a fajta egység, amelyet tudtunk sugározni, és tudtunk jó döntéseket hozni a szekszárdiak érdekében, az a fajta munka, ez akkor fog teljesen működni a következő időszakban is, hogyha 10 képviselőjelölő 10-et meg fogunk tudni nyerni, és akkor tulajdonképpen egy jól működő közgyűlés lehet. A képviselőtestületi csoport fele megújul, így több feladat hárulhat majd azokra, akik jártasabbak az önkormányzatiság mindennapjaiban. Remélem, hogy az újaknak is tudok majd segíteni, és a régiek lelkesedését át tudjuk a számukra is adni. Én 13 éve vagyok már ebben a körzetben képviselő. Nagyon szeretem ezt a körzetet, eszembe se jutott, hogy más körzetben kellene indulni. Nagyon sok embert személyesen is ismerek, és ezt a munkát szeretném folytatni, amit már 13 éve alpolgármesterként, képviselőként is végeztem, de tulajdonképpen már 17 éve vagyok képviselő. Igazából nem új kihívás, mert itt lakom, ebben a térségben lakom, itt a téma az utcán hever, tehát a mostani körzetemben mindig a lakók kerestek meg, és hívták fel a figyelmemet a problémákra, és utána mentem én megnézni, hogy valóban mi a helyzet. Természetesen bejártam a körzetet, tehát minden utcát, szinte minden házat ismertem, de itt úgy érzem, hogy olyan szempontból egyszerűbb a dolgom, hogy naponta találkozom a térségben lévő problémákkal, és az emberekkel is. Ez egyfajta kihívást jelent számomra. A város legnagyobb választókerülete, egybefüggő, a legnagyobb területen fekszik el, nagyon sok ember lak, másos lakik ennyi ember, csak nem ekkora területen, és ezen a területen nagyon sok olyan tudnék javítani az életminőségen, ami áll az utak, járdák, közterületek állapotából, és én úgy gondolom, hogy jó képviselője tudnék lenni az ott lakóknak, látva a problémákat nyitott szemmel járva, és nagyrészt tudom a megoldást, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, és ezt szeretném kamatoztatni. Folyamatosan járva a városrészt ismertem és tisztában voltam a gondokkal, problémákkal, a képviselőnek való megválasztásom után még fokozódott ez a dolog, természetesen még jobban megismertem a körzetet. Hát ez valamilyen szinten előnyt is jelent is, meg hátrányt is, de egyébként annak örülök, hogy olyan emberekkel tudtam közelebbi kapcsolatokat kialakítani, most idézőjelben mondom is a legnagyobb tisztelettel, hogy nem csak néznek, hanem látnak is, és ővelük együtt összefogva nagyon-nagyon sok mindent fel tudunk deríteni, meg tudunk oldani. A Fidesz-KDNP együttműködés alapján a kisebbik koalíciós párt városi elnöke is a jelöltek között van. Máté István az előző ciklusban is dolgozott a városért. Úgy érzem, hogy sikerült nagyjából elsajátítanom megszerezni azt a tudásanyagot, ami ahhoz kell, hogy az ember felelősen tudjon részt venni egy város irányításában. Meg a közéletben is sikerült
olyan szertágazó ismeretség körre szertennem, ami lehetővé teszi, hogy a gyakorlatban is alkalmazzon ezeket a megszerzett tudásanyagokat. Én ezt szeretném folytatni, és a következő 5 évben kiteljesíteni ezt a folyamatot. Az indulók fele új és hölgy, Kiszné Huszár Dóra azt mondta, itt az idő, hogy bebizonyítsák szakértelmüket és rátermettségüket a politikában is. Manapság egyre felkapottabb téma az, hogy a nők szerepvállalása akárhol is, akár a közéletben is, és én is fontos dolognak tartom azt, hogy minél többen képviseljük magunkat. Vezetőként egyre több nőt látni már vállalatok élén, akár már országok élén is, és ugye ez begyűrűzött már lassan mindenhova. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megmutassuk azt mi hölgyek, hogy anyaként, feleségként és vezetőként is hely tudunk állni akár egy körzet élén, akár egy emberi csapat élén, akiknek a segítségére tudunk lenni. 2 éve dolgozom a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnél. A társadalom legkülönbözőbb rétegeihez jutottam én, és úgy érzem, hogy ezt a munkát szeretném egy még szélesebb körbe folytatni, és ezt a segítségnyújtást, eddig a családokat képviseltem, most pedig széles körbe szeretnék egy nagyobb közösséget képviselni. Szeretném megmutatni, hogy képes vagyok megújulni, képes vagyok sok mindenre, sok különböző feladat megismerésére és elvégzésére. Elvárom magamtól, hogy a körzetem lakóit megismerjem, őket a munkámmal segítsem, ezen felül a város életéhez, életének a felvilágoztatásáért a munkámat, a hozzátett saját munkámmal segíteni tudom. 2 új férfi tagja van a csapatnak, s mindketten már jártasak a közügyek intézésében. A 14-ben megnyert választások után, mint gazdasági bizottság tagjaként, külsős tagjaként számos olyan döntésbe hoztunk részt, illetve vettem részt, ami a város életében egy rendkívül fontos és megalapozott döntéseken nyugvó döntéseket hozott, illetve olyan eredményeket, ami a város életében azt gondolom, hogy megfelelő színvonalra és megfelelő szintre emel az itt élő embereknek a komfort érzetét, illetve a munka vagy egyéb családi állapothoz való hozzáállását. A közszolgálat az életem, hiszen a megyei önkormányzat köztisztviselőjeként a megye településeinek a gyarapodásáért, a közösségeknek a javára végeztem eddig is a munkámat. Másrészt pedig civilként is sokszor veszek részt a barátaimmal olyan akciókban, melyekkel a rászorulókat tudjuk például segíteni egy-egy jótékonysági akció keretében, faültetéssel például, vagy egy jótékonysági bál megszervezésével, hiszen azt gondolom, hogy ez a képviselőjelöltség is nagyon közel áll ehhez a szférához, hiszen itt is a közösség javára tudunk majd tenni, hogyha a választópolgárok a bizalmukkal megtisztelnek bennünket. A pártszövetség augusztus 24-én kezdi meg a kopogtató cédulák gyűjtését, amit szeptember közepéig folytat majd.